Erikán, a városok jelképe, őrizd meg! A másik pedig egy költfúlt idéző, ez a város néhány száz évén. Megköszönte Olá Csenge volt diákpolgármester munkáját Szalai Ferenc a 24 órás vetélkedő eredményhirdetése előtt. Csenge a Széchenyi István Gimnázium volt diákja, jelenleg a Nyíregyházi Egyetem hallgatója, 2 évig vezette a szolnoki fiatalok életét, képviselte érdekeiket. Nagyon szépen köszönöm, és megmondom őszintén, hogy a 2 évem alatt nem igazán volt, hogy nem tudjak szóhoz jutni. Most eljött ez a pillanat, és szeretném megköszönni polgármester úrnak, a hivatalnak, nektek diákoknak, hogy ilyen fantasztikus dolgokat tudtunk létrehozni, és hogy együtt cselekedtünk. Ezt követően a hagyományokhoz hűen Szalai Ferenc átadta a városi jelképes kulcsát a frissen megválasztott diák polgármesternek. Most, ha megnézitek a város kulcsait, kulcsát átadom a Háló Dániel épp vasárnap a kulcs átvételekor töltötte be 17. életévét. A 24 órás vetélkedőben is aktív szerepet vállaló diákpolgármester megköszönte a bizalmat a szolnoki diákoknak. Sziasztok, srácok! Elsősorban elnézést a hangra. Akkor én is magunk majd bemutatkozni még egyszer, hogy Háló Dániel, aki még nem ismerne. Majd az elkövetkezendő 2 évben remélem, hogy mindegyik őtök megismerje előre, és együtt tudunk dolgozni. Mind személyesen, egy csapatban, akár itt a 24 óráson, és Szolnok diák életét fel tudjuk pesdíteni újra. Ígérete szerint ifjúsági programokat szervez majd, népszerűsíti az egészséges életmódot, bevezeti az e-sport versenyeket. Fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért minden végzős diák számára egy-egy fa ültetését kezdeményezi, ezzel eltörölve a lufik elengedését.